Sziasztok, Enek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek téged, és mindenkinek csodatos napot szeretnék kívánni. És végre el is érkezett az üzenetes kedd. Szerintem mindenki várta ezt a pillanatot, de én legjobban, ugye, és annyira bírom ezeket a történeteket, mivel folyamatosan egy csomó váratlan esemény szokott bennük történni, és ezektől lesznek annyira jók. Na de a mostani SMS-es sztorinknak az a címe, hogy ráírt az édesapukájára a laptopjának a jelszaváért. Na de hogy vajon minek kell neki az apukájának a laptopja és a jelszava, az egy nagyon, de nagyon jó kérdés. Remélem, hogy az apuka kitörölt azokat a fránya előzményeket. Mennyi ilyen mém van amúgy ezekről? Na de szerintem akkor derítsük is ki ezt az egészet, és akkor kezdjünk is bele! És akkor itt is vagyunk, ha jól látom, az apukának a telefonjában ugyanis írt neki a fia, hogy apa, mi a számítógép jelszavad? Szerintem ő lehet a háttérképén. Mégis miért? Ki kell nyomtatnom a házi feladatomat. De nehogy amúgy a végén kiderüljenek valami sunyi dolgok a számítógépéről. Hát ki tudja, hogy mi lesz itt? Bármit kinézek egyszerűen ezekből a történetekből. Használd anyukádnak a számítógépét! Megy ám itt a sunyiskodás, az enyémet nehogy használd, aztán lehetséges, hogy csak azért nem akarja, mivel mondjuk megvan nyitva egy csomó üzleti dolga, és nem szeretné, hogy a fia bármit is bezárjon, vagy összekeverje, ahogy meg vannak nyitva, tudjátok. Anya a zuhanyzóban van. Apa, kérlek, a busz mindjárt itt van, szóval nekem gyorsan kell. Szükségem van a házi feladatomra az iskolához. Mi van a testvéred számítógépével? Nagyon, de nagyon nem akarja az apuka, hogy az ő gépét használja. Aztán az is lehet, hogy régebben már tönkretette valamelyik számítógépét, és a rossz tapasztalata miatt nem adja oda neki. Ki tudja? Nem tudod azt használni? Az ő laptopja nem működik. Apa, mi a jelszavad? Van egy ötletem. Mindent kitalál konkrétan, csak ne kelljen leírnia a gyerekének, a számítógépének a jelszavát. Kinyomtatom neked a házi feladatodat. Hát de most kell neki, mivel megy a suliba. És oda viszem neked. Na, milyen kedves amúgy. De amúgy a sulitban nem nyomtatják ki, vagy valami. Mi? Ne. Nehogy ide gyere a sulimba. Itt nem is ismerlek téged, tudod. Csak mondd meg a jelszavadat. Nem emlékszem rá. Jaj, ez annyira kamu, hogy ne emlékezne rá, amikor mindig, amikor belép a számítógépébe, akkor kérje a jelszót. Hogyha csak nem, mondjuk új lenyomat felismerős a számítógépe, vagy esetleg arcfelismerős, de szerintem akkor is most kamuzik. Biztos, hogy emlékszik rá, csak nem akarja leírni. Nem emléksz a jelszavadra? Bocsi. Apa, ne hazudj nekem. Mégis miért nem mondod el? Azt akarod, hogy megbukjak történelemből? Oké, rendben. Elmondom neked a jelszavamat. És tudod, olyan lenne a jelszava, hogy utálom a fiamat 12, de nem, csak nem. Mi a jelszavad? De először is beszélnünk kell. Csak nem lesz valami nagyon furcsa jelszó, amiből kiderül valami. Mondjuk, hogy van egy másik testvére, vagy igazából az apukának egy másik családja. Ki tudja, hogy mi a jelszava? Ezekből a történetekből bármi kitellik. Nincs rá idő. Ne! Tudod te, hogy mik azok? A felnőtt filmek? Ajjaj, akkor a jelszóval gondolom, hogy semmi probléma nincsen, csupán a laptopján vannak elég érdekes dolgok. Igen, tudom. Nem. Nem azok a felnőtt 18 karikás filmek. Azok nem felnőtt filmek. A felnőtt filmek egy speciális filmtípus, amikben mesztelen emberek vannak. És ilyen filmek
vannak az én számítógépemmel. De ne nézd meg őket! Mégis miért nézném meg azokat? Nem számít. Nagyon fiatal lehet akkor a fia. A háttérképen, akkor biztos, hogy nem ő volt az elején, hanem gondolom, hogy az apuka. De meg kell nekem ígérned, hogy sosem mondod el az édesanyádnak, hogy vannak felnőtt filmek a számítógépemen. Apa, itt van a busz. Megígéred nekem, hogy nem mondod el édesanyádnak? Ugyanis anyukád nagyon, de nagyon mérges lenne rám. Apa! A busz itt fog hagyni. Mi a jelszavad? Nem ígérte meg a fia. Hát de nehogy elmondja akkor az anyukának. Ki tudja, hogy milyen viták lesznek otthon ebből. De mi? Nem szabad? Házasság közben? Vagy mi amúgy? Nem is értem. De szerintem engedjük el inkább ezt a témát, és nézzük tovább. Az én jelszavam... Menő fickó. 1, 2, 3. Időközben írt a felesége, hogy édesem, mikor érsz haza? A repülőgépem 10 órakor landol. Ó, tökéletes. Délben egy meetingem van, de nem kell értem kijönnöd a reptérre. Hívok majd egy Ubert és azzal hazamegyek. Ne. De amúgy most időközben azon gondolkozok, hogy miért titkolja ennyire a felesége előtt, hogy a számítógépén vannak felnőtt filmek. Eléggé furcsa nekem ez az egész. De mi van akkor? Fú, ez nagyon összeesküvés elmélet lesz. Hogyha azon a felnőtt filmeken ő van egy másik nővel mondjuk. És azért titkolja annyira, mivel akkor kiderülne, hogy megcsalta a feleségét. Aztán lehetséges, hogy ez az egész alapból nagyon zavarja a feleségét, és nem nézhet a Pali Porest, mivel a felesége szerint az megcsalás, meg bűn, és nem fér bele a házasságukba, ki tudja. De hát ezt sosem fogja megtudni a felesége, már hogyha a fia nem mondja el neki. De hát nem ígérte meg. De ettől függetlenül csak nem fogja elmondani neki. Nem megyek el, érted? Ó. Nem szeretném, hogy a fiunk egyedül legyen otthon. Egyedül otthon? Hát de 12-kor nem iskolában lesz? Ma nincsen iskola! Várjatok csak! Akkor miért kamuszta a fia, hogy ki kell nyomtatni egy házit az apja gépén? Lehetséges, sőt biztos, hogy akkor ezek szerint a gyereknek nincsen saját számítógépe, és mondjuk játszani akart az apja gépén, és azért kellett egy jelszó hozzá. Elég érdekes az egész. Szünete van. Várjunk csak. Mi? Nincsen suliba a gyerek? Aha, ez ilyen random szünet. A fia pedig írja időközben, hogy köszi, apa, hát jól átverted akkor az édesapukádat. Neked nincs ma iskolád? Ups! És küld egy kacsintó smiley-t. Hazudtál nekem? Köszi a jelszót! Ezek a videók nagyon jók! Szóval akkor most... A fia az édesapja számítógépén látható poreszokat nézegeti. Ó, Istenem! Te tudod, hogy mik azok a felnőtt filmek? Hát persze, hogy tudom! Már majdnem 13 éves vagyok, hát hogy ne tudnám? Meg akartad nézni őket? Akkor ezért kellett a laptopjának a jelszava? Bingo! A fia nem szórakozott és mindent megtett a célja érdekében, amit hát sikeresen el is ért. Tűnj a számítógépem elől, fiam! Nem! Elnézést? Hogy beszélsz az apáddal? Hogyha ilyen vagy velem, akkor anyának
elmondom, hogy vannak ilyen videók a számítógépeden. Rendes, zsarolja a saját édesapját. Mi lenne akkor, hogyha megmutatnám anyának most? Várj, várj! Oké, oké. Visszaszívja azt, amit mondott a gyerekre. Kérlek, ne mutasd meg az édesanyádnak. Jól hangzik ez. Köszönöm szépen, király, srác, 1, 2, 3. Leírja a jelszavát. Fiam! Léci, fejezd be és ne írogass nekem. Próbálok filmet nézni. A fiunknak nagyon hiányzol. Amúgy elég érdekes az, hogy mindig akkor ír a feleség, amikor a fiúk nem. Mi van akkor amúgy, hogyha a feleség írt a fia telefonjáról is? Mivel mondjuk a fiú iskolában van, de otthon hagyta a telefonját. És így buktatta le a saját férjét. Az mekkora fordulat lett volna. Aztán lehet, hogy az egész csak ilyen véletlen egybeesés volt. Folyamatosan kérdezgeti, hogy mikor érsz haza. De szerintem, ennyi volt egyébként ez a sztori, de szerintem a feleség írt a fiának a nevében is. Ugyanis kíváncsi volt, hogy a férjének mi van a számítógépén. És ugye, még egy csomó idő, mire hazaér a férje, ő pedig addig szabadon garázdálkodhat az ő számítógépén. Ez volt az első olyan sztori, aminek nem volt számomra teljesen egyértelmű vége, de szerintem az én kis elméletem itt bőven megállja a helyét. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó. Írjátok le a komment szekcióba mindenféleképpen, hogy szerintetek jól gondoltam ezt az egészet, vagy pedig sem, és hogy nektek mi a véleményetek. Hogyha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalon, plusz a webshopom is ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!